ünnepélyes kérdés indítóra a határonál szállod állomány együttállt. 55 jelölt kezdte meg kedden határvadász tanulmányait Nyírbátorban, a készenléti rendőrség kelet-magyarországi határvédelmi igazgatóságánál. Júliusban indította el a toborzást a hatóság, országszerte több százan jelentkeztek a képzésre. A jelentkezéshez 4 kritériumnak kellett megfelelni: magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű, 18 és 55 év közötti nőket és férfiakat vártak legalább általános iskolai végzettséggel. A 27 éves Claudia korábban már érettségizett belügyi rendészeti ismeretekből, ez azonban számára is új kihívás. A parancsnokaink azért felvilágosítottak arról, hogy nem egy egyszerű lépés lesz ez sem nekik, sem nekünk. Nagyon sok tananyagot kell átvennünk, nagyon sokat kell tanulnunk, mert azért ez a 4 hetes képzés nem egy nagy időnek számít, tehát nagyon sokat kell tanulnunk, és nagyon sokat kell felkészülnünk. Nagy szükség van a határvédelem megerősítésére, idén ugyanis tovább fokozódott a migrációs nyomás az ország déli határszakaszán, mondta el Tarcsa Csaba, a készenléti rendőrség parancsnoka. 12 ezer volt a feltartóztatások száma 2022-ben eddig, 15. évvel bezárólag, ami a tavalyi év egész évében ugyanezt a számot mutatja. Ugyanekkor a mértékű növekedést mutatnak a büntetőeljárások az embercsempész eljárásokban, ahol közel 1100 büntetőeljárást kezdeményeztünk már, tavaly ugyan ekkora számot produkáltunk egész évben. Én azt gondolom, ez nagyon látványosan mutatja, hogy milyen tendenciákat követ a migráció Magyarországot érintően. 254 esetben történt baleset azon intézkedéseink során, ahol menekülőre fogták az embercsempészek Magyarország közútjain a rendőri intézkedések alól így akartak kibújni, kivonni magukat. Én azt gondolom, hogy ez a közlekedés biztonsága szempontjából is egy fontos, értékelendő számadat. A képzés 4 hétig tart, erre az időtartamra a tanulók 300 ezer forintos bruttó bért kapnak, a készenléti rendőrség pedig ingyen ebédet és szállás lehetőséget is biztosít. A képzés végén elméleti és gyakorlati modulzáró vizsgákat kell teljesíteniük a jelölteknek. 4 modulban jelenik meg az ő szakmai felkészítésük, 3 modul teljesen elméleti, 1 modul pedig elméletigényes gyakorlat, illetve gyakorlat. A modulok leosztásában mind rendészeti, jogi, határvadász speciális ismeretek és intézkedés taktika, illetve lőki képzési modulok szerepelnek, amelyet azt gondolom, hogy a központi terv alapján kiadott tematikából végig gondolva, illetve látva most már ennek a megvalósulása maximálisan biztosítja az ő szakmai felkészültségüket. Nyírbátoron kívül Szegeden, Debrecenben, Orosházán és Kiskunhalason indult már el a határvadász képzés.